Ahogy arról már korábbi híradónkban is beszámoltunk, visszatért a Miskolci Vízilabda Klub vezetőedzői posztjára Vidumanszky László. Az együttes régi új szakvezetője a rövid karácsonyi szünetet követően hétfőn már edzést is tartott, hiszen a bajnokság tavaszi szakaszának lebonyolítása előre láthatólag megváltozik. A korábbi évek gyakorlatától eltérően nagyon sűrű program vár a csapatokra. Hétfőn délelőtt újra kezdték az edzéseket a miskolci vízilabdázók, a Kemény Dénes uszadában tartott tréninget pedig már a csapat vezetőedzői posztját újra betöltő Vidumanszky László irányította. A szakember az elmúlt időszakban is a Miskolci klub kötelékében dolgozott, teljesen napra kész tehát a felnőtt csapattal kapcsolatosan, így a váltás nem okoz majd gondot az együttes számára. Az biztos tudom, hogy ha nem látna volna ebbe fantázia, esélyt arra, hogy ez a csapat még tud följebb a tabellán helyezkedni, akkor ezt nem vállaltam volna el. A vezetőedző hozzátette még. Annak, hogy már december 27-én délelőtt edzése volt a csapatnak, annak az eddig ismert lebonyolításhoz képest megváltozó és hamarabb kezdődő bajnokság az oka. Ugyanis a magyar válogatott a tervek szerint január 18-án már világliga mérkőzést játszik Montenegróval, illetve folytatódnak a bajnokok ligája mérkőzések is. Mindez előrehozott bajnoki kezdést és egy szerda-szombat ritmusban teljesített folytatást jelent, továbbá lerövidülne a rájátszás is. Elvileg az alapmérkőzések, ilyen nem volt még soha, a március végére úgy néz ki, hogy befejeződnek, onnan helyosztók, a Final Four, stb., ami még nem tudni, még most sem, tehát liga ülések fognak erről dönteni, hogy alakul. Egyet tudunk, hogy mi január 11-én ugrunk legelőször vízbe. Ezek a változások azonban egyelőre még nem hivatalosak, a klubok és a szövetség vezetőinek részvételével a január első napjaira tervezett ligaülésen születik majd a változtatásról hivatalos döntés.